Kiskorom óta vonzottam Afrikához, és sejtették, hogy később bekerül a családba egy afrikai férfi is. De most mondjuk a hatósági osztályhoz, aki, ha mint megtudtam, ők fogják lefolytatni ezt a felülvizsgálatot a jövőben. Hogy ezt a kiutasító határozatot, amit a bíróság ítéletével helyben hagyott, ezt felülvizsgálja. És vagy ne Dimitro a Nongri? Mi moi, je respecte la loi. Tiszteletben tartja a magyar törvényeket meg Magyarországon. Si je musulman, parce que ils ont dit que tout, si tu arrives dans un pays, comment ils font, comment ils habillent, comment ils font, il faut faire comme eux. Számukra a leglényegesebb az, hogy a menedékjogi eljárás, vagy a más számukra releváns eljárások során a lehető leghamarabb megkapják az összes információt, ami segíti őket eligazodni ebben a rendkívül bonyolult és még a jogi végzettséggel rendelkező magyar állampolgárok számára is nehezen megérthető környezetben, illetve eljárásban. Kedves jegyesek! Kellő megfontolás, alapos döntés után házassági szándékotokat a törvényben előírt módon bejelentettétek. A bemutatott iratok alapján megállapítom, hogy házasságkötéseteknek nincsen törvényes akadálya. Boldogok vagyunk! Már a gyerekek születése előtt szerettünk volna összeházasodni, és akkor azt mondták, hogy csak útlevéllel lehetséges, akkor még nem volt útlevele. Ezek után azt mondták, hogy másik dokumentummal is lehet, akkor már összeszedtünk mindent. A ruhám is ekkor már elkészült, és kiderült, mégsem fogadták el, vagyis visszautasították, hogy összeházasodhassunk. És most lett útlevele ebben az évben, és így már elfogadták. Menekült program a Magyar Helsinki Bizottság egyik nagy programja. 1998 óta nyújtunk módszeresen és ingyenesen jogi segítséget a Magyarországra érkező olyan külföldieknek, akik valamilyen módon védelemre szorulnak. Na most ez az úgynevezett nemzetközi védelem nem csak a menekülteket foglalja magában, akik ugye valamilyen politikai, vallási, társadalmi csoporthoz való tartozás miatti üldözés elől menekülnek, hanem számos más kategóriát is. Például a hontalanokat, akiknek nincs állampolgársága, kísérő nélküli kiskorúakat, vagy például olyanokat, akiket nem hagynak a magyar, vagy az itt élő, letelepedett, vagy menekültként itt élő családjával együtt élni. Éves szinten körülbelül 800 menedékkérőnek nyújtunk egyébként tanácsot. Opa. Il faut que toi, si tu viens, pour intégrer dans la rébellion. Parce que tu as vu comment on a tué ton papa. Donc si tu ne viens pas intégrer dans la rébellion, on va te tuer, et puis on va brûler la maison, on va prendre tous les biens. C'est pour ça que même ma maman est morte. Ma maman, ma maman, elle est morte. Moi actuellement, je ne suis pas de maman, je ne suis pas de père, je ne suis pas de oncle, je n'ai rien là-bas. Même la maison s'est brûlée. Danuska, pilotni Jászmin. Ja. Én voltam bátyikkal, arra vannak apával. Felhívták a bubát arra, hogy eddig nem volt útleveled, most kell útlevelet szerezned, mert útlevél kell. Úgy gondoltuk, hogy egy idő után kérhettünk tartózkodási engedélyt, mert a bevándorlási hivatalban is mindig említettek neki, hogy ha lesz már útlevele, akkor a gyerekekre való tekintettel megkaphatjuk az engedélyt. Igen, nekem is mondták. Megkaphatjuk az engedélyt, de nem így történt. A menekültügy területén Magyarország kifejezetten szigorú rendelkezéseket vezetett be az elmúlt év folyamán, és a gyakorlat nagyon szigorodni látszik most már évek óta. Az, hogy ő Magyarországra a védelem keresés céljával érkezett,
És az, hogy a Genfi Egyezmény feljogosítja a menekülteket arra, hogy akár jogszerűtlen eszközökkel is megközelítsék a védelmet nyújtó országot, ebben a tekintetben sajnos nem talál értő fülekre. Szerencsére sikerült egy olyan lakásba költözni, aminek van kert, és a gyerekek ott azóta is boldogan élhetnek. Ezt a címet be is jelentették a bemendelési hivatalnak, de valahogy az egyik ügyintézőtől ez az információ nem juthatott át a másikig. Miután lejárt a kártyára, akkor visszament, és ekkor derült ki, hogy már kiutasították az országból, de erről nem volt tudomásunk. Ők azt mondták, hogy kiküldtek erről egy értesítést a határozatról, amit mi soha nem kaptunk készhez, és úgy gondolják, hogy illegálisan tartózkodott Magyarországon 2 hónapig. Nem tudott a határozatról, és ezért nem távozott önként, és ezért 2 hónapig itt illegálisan nyomta a gyerekeivel a játszótéren, az mondjuk nem hiszem, hogy annyira súlyos veszélyt jelentene a közrendre. Többször előfordult, hogy a meghallgatáson a tolmács nem azt fordította, amit ő mondott, és értette annyira magyarul, hogy szóljon. Először a tolmácsnak szólt, utána a hivatalnokoknak, és soha nem biztosították számára a másik tolmácsot. Ezen kívül soha nem engedték azt meg, hogy én bemenjek. De ha l'interprète est là, et si il l'explique, il sait pas comment m'expliquer. Moi, non, je dis à l'interprète, il faut pas dire ce que je dis en hongrois, ouais. Je dis en hongrois, il faut pas dire n'importe quoi. Dis ce que moi, je parle, c'est ça qu'il faut le dire. Igen, tolmáccsal próbált eleinte megbeszélni, hogy akkor kérdezz rá, ha nem érted, hogy mit mondok. De nagyon fontosak ezek a dolgok, azért szeretném az anyanyelvemben elmondani. Azt mondja, hogy azt csinálnak, amit akarnak, mert hogy ő fekete. Parce que comme je suis noir, non, il faut respecter. Attól még, hogy más a bőrszín. Parce que le noir, le blanc, c'est la même chose, c'est la même. Parce fekete vagy fehér, az teljesen mindegy. Parce que comment c'est le problème? Parce que eux, ils devaient regarder sur les enfants parce qu'ils sont très petits. Parce qu'ils devaient me dire, hey, tu as une chance parce que toi, parce que c'est des enfants. Mais si c'est toi seulement. Aujourd'hui, tu ne seras pas là, je serai d'accord. C'est les enfants qu'il faut regarder. Parce que demain, eux aussi, peut-être ils vont travailler là-bas. Peut-être ils vont être ministres. Barack Obama, c'est quoi? C'est un nègre, non? On ne sait pas, l'habit, on ne sait pas. Barack Obama, son papa, c'est un nègre. Il est le président de l'Amérique. Mais c'est ça qu'il faut voir, c'est ça qu'il faut voir. Les enfants là, c'est des Hongrois, mais eux, c'est des Hongrois. Il faut aussi qu'ils connaissent que c'est les Hongrois, qu'ils respectent, qu'ils donnent leurs droits. Parce qu'ils ont le droit, il faut qu'ils donnent leurs droits à les enfants. Parce que tout ce qu'ils font, même ils peuvent me faire du mal, mais ils me disent attention, c'est à cause des enfants. C'est à cause des enfants. C'est ça qu'il faut regarder. Pour moi, non. Mais les enfants, c'est ça qu'il faut regarder. Parce qu'on ne sait pas demain qu'est-ce qu'ils vont devenir. Ok, mais si le papa n'est pas là, comment ça veut dire qu'il voulait briser le carré des enfants. Il voulait briser le carré des enfants. Plus leur grand-père. Parce que tu dis le grand-père, voilà, on va mener Bouba, c'est lui. Le grand-père peut tomber mort tout de suite, crise cardiaque, il peut le faire. Qui l'ont tué? C'est eux qui l'ont tué. Donc c'est pour ça, il y a des choses. Moi, il y a des choses, il faut les respecter. Próbálunk optimisták lenni, és bízunk abban, hogy átgondolják a helyzetünket, és belátják azt, hogy nem szakíthatnak szét egy családot, nem szakíthatják el a férjünket, főleg a gyerekeinktől. Ez a bevándorlási hivatal első útvesztője. Ez a cső. Itt kérjük a napfényre.
megtudtuk, hogy felülvizsgálják a határozatot, ami mindenképp pozitívum. Úgyhogy reméljük, hogy meg is változtatják a döntésüket. Ebben bízunk. Helsinki, ez is segít nekem sok. Helsinki, csináljuk minden. A Helsinki bizottságot az interneten találtam, és láttam, hogy ők segítenek menekülteknek, és jogi képviselőt is tudnak biztosítani számukra, és akkor fordultunk hozzájuk. Az információs szolgáltatás rendkívül fontos, ezért a Helsinki Bizottság készített például egy 10 nyelvű tájékoztató füzetet menedékkérők számára, ami a menedékjogi eljárás minden egyes lépését felvázolja. Végig kísérjük őket az eljárás folyamán, tehát szóbeli tanácsadást kapnak, akár az idegenrendészeti fogdán, akár egy menekültáborban, akár hogyha itt élnek Budapesten egy magánlakásban. Adott esetben az is előfordulhat, hogy például, ha Magyarországon nem sikerül jogorvoslattal érni, akkor az Európai Emberi Jogi Bírósághoz, a Strasbourg-i Bírósághoz fordulunk. Arra várok, hogy bemehessek a meghallgatásra. Négy órája. Kicsit kiverőben, egy tökéletesen jogszerűen lefolytatott eljárás után vagyunk, de elég meg kellene még hallgatni. Mert 10 órakor bezár a bevándorlási hivatal ügyelete, ezzel nem tudtam tovább folytatni. Non, c'est différent, c'est pas la même chose comme avant, comme Barbara est là. Vraiment, je sens il y a un petit changement, parce que c'est pas comme avant, comme traite, je sais pas. Teljesen más. Oui, parce que avant, il y a je montre les dossiers. Bon, il regarde même pas les dossiers que je remonte. Ezelőtt, hogyha hozott bármilyen anyagot kezemanszról, akkor el sem, meg sem nézték. Mais aujourd'hui, quand même, Barbara est présente, donc tout ça, tout est quand même ça va, je pense. De hogy most itt volt Barbara, ez sokat segített. Nemzetközi védelem nem ér véget azzal, hogy valaki kap egy útlevelet, kap egy papírt. Onnantól kezdve mi neki a védelem, ahhoz, hogy a védelem tényleges lehessen, ahhoz számára mindenféle jogokat, a társadalomban való beilleszkedés jogát kell biztosítani, illetve olyan további lehetőségeket, amit például a nemzetközi jog is előír, tehát egy olyan státuszt, amivel ő emberhez méltó, hogy mondjam, tevékeny életet tud élni a befogadó országban. Ennek ugye a családi egyesítés lehetősége szerves része. A családi élethez való jog nem csak a magyar állampolgárokra vonatkozik. Az egyik legalapvetőbb emberi jog. Ezt nem csak az Európai Emberi Jogi Egyezmény, az Európai Unió Alapjogi Chartája, de a magyar alkotmány is véri, tehát a legmagasabb szintű magyar jogforrás. A családi élethez való jogkörében nagyon fontos a gyermekek jogai. Tehát, hogy a gyermekek speciális jogát arra, hogy családi környezetben nőjenek föl, hogy a szüleikkel egy tartsák a kapcsolatot, együtt éljenek adott esetben, ez megint egy speciális területe a jogszabályoknak. Jó napot kívánok, Pohárnok Barbara ügyvédő a Helsinki Bizottságban, és érdeklődnék, hogy az egyik ügyfelem a Diattabóba fal. Pénteken befáradtunk a bevándorlási hivatalba. Meghallgatásokat lefolytató ügyintéző fiú ünnepélyes, megható keretek között kihirdette számunkra a határozatot, a Buba is én voltam ott. Ez a határozat kimondta, hogy a családi életközösség fennáll, és a kiskorú gyermekek érdekeit, illetve a család egységét sérti hogy sértené a kiutasítás és a 2 éves beutazási és tartózkodási tilalom fenntartása, és mivel ez az érdeksérelem fennáll, ezért a korábban elrendelt kiutasítás és 2 évre szóló beutazási és tartózkodási tilalom törléséről rendelkezett. Ugye itt a saját korábbi kiutasító határozatát törölte, amelyet a bíróság idén áprilisban helyben hagyott a keresetőket elutasítva. A Magyar Helsinki Bizottság jelenleg
tulajdonképpen egyedüli szervezetként végzi Magyarországon ezt a jelentős feladatot, tehát a jogi segítségnyújtást a menedékkérők számára. Ez elsősorban Európai Uniós támogatás, illetve az ENSZ menekültügyi főbiztosságának támogatása teszi anyagi értelemben lehetővé. És fontosnak tartanám azt is megemlíteni, hogy a Helsinki Bizottság viszonylag egyedülálló a régióban abból a szempontból, hogy rengeteg nemzetközi projektet vezetünk, viszünk. Azt gondolom, hogy elég jelentős eredmény, hogy több mint 10 európai országban tartunk most már évek óta mindenféle képzéseket, nem csak ügyvédeknek, hanem például bíráknak és állami hatóságoknak is. Részt veszünk számos nemzetközi kutatásban, publikálunk, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legaktívabb európai szervezet vagyunk nemzetközi szinten a menekültüggyel foglalkozó szervezetek között.